megtartotta a második ülését a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület. Az ülést követően két frakcióvezető, Pretikoszi Tibor és Teszli Zorán adott nyilatkozatot, és összegezték az ülést. Tisztelettel köszöntöm Magyar Kanizsa Községünk polgárait és a nézőket. A Községi Képviselőtestület augusztus 15-én megtartotta a második rendes ülését. Az ülésen 6 napirendi pontot tárgyaltunk meg. Ezeket mindegyiket elfogadtuk. Az alábbiakban kiemelnénk néhány fontos döntést. Elsőként hitelesítettük az új képviselők mandátumait, akik ezt követően letették ünnepélyes esküjüket. Ezt követően egy jelentős döntést hoztunk meg. Elfogadtuk a Horgos új gázátadó állomás részletes építési szabályozási tervét. Ez a döntés új fejlesztési lehetőségeket nyit községünk számára. Továbbá határozatot hoztunk Magyar Kanizsa település általános rendezési tervének módosításáról és kiegészítéséről. E tervet a Vajdasági Városrendezési Intézet készítette el. Várhatóan jelentős szerepet játszik majd a nemzetközi hajóforgalom itteni élénkítésében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, kérem vigyázzanak magukra, jó egészséget kívánok a község minden polgárának. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai napon 6 napirendi pontot tárgyaltunk meg. Az új képviselő kinevezése volt az első 4 napirendi pont. Majd 2 napirendi pont volt, amelyben a Horgos településen lévő gáztranszfer állomás kiépítéséről hoztak határozatot, valamint Magyar Kanizsa Község általános rendezési tervének kiegészítése és módosítása volt napirendi ponton.